Megyünk, Bubu? Nagy völgy. Június második hete. Tünk a Nagy völgy meg a Szilvás völgy elágazásában. Innen megyünk tovább. Június hónap arról híres, legalábbis erre felénk legtöbb eső ilyenkor esik. Látható is itt a keréknyomokon, hogy nem kerek valami. Jó saras megint minden. Megyünk fel a kis csigára. Szokásos útvonal. Dagasztunk egy kis sarat. Eső kellett a napraforgónak, most elég szépen nő. Nemrégiben itt még pusztaság volt. Úgy látom, az eső az megtette a magáét. Megyünk be a kis vicakba. Beértünk ide a kis csillarejtett ösvényére. Jó nedves minden. Utat alig látni, pedig itt van. Aki nem tudná, hogy ez merre van, az simán azt hiszi, hogy valami rejtett buzótba vagyunk, pedig van itt út még. Olyan, mint egy párás esőerdő zuhany után, ami azt jelenti, tényleg így is van. Csak hogy ez mérsékelt égövi erdő. Attól még tudom nedves lenni, mint egy esőerdő. Korhadó növényzet alul, régi levelek, tobozok. Szépen az enyészet útjára léptek, hogy utána talaj legyen belőlük. Behajló falevelek, bokrok. Egyébként bal oldalt fönt fenyves van, jobbra meg ilyen, hát igazából csalit. Jókorak az a bozóttal. Nagyon nem érdemes belemenni ilyenkor. Egyrészt meg vizes lesz az ember, másrészt meg össze-vissza karcol minden. Főleg így pólóba, vagy rövidújúba. Alig mentünk pár száz métert. Cipőről szépen lekopott a sár. Ellentétben tiszta víz lett. Én a nadrágom is. De hát, eső utáni erdő az ilyen. Hú, vannak gombák. Jó lenne találni valami jó kis tinórt, ha már így itt kint vagyunk. Esetleg rókagombát. Igen finomak, pörinek. Szépen lassan kérünk itt a kis csigás útból. Majd talán megszáradok, mire a következő erdő részbe beérek. És ima a Nagy völgy. Szépen bújik elő a napraforgó.
rókajuk féle völgy. Másik fele már rókajuk. Egyre zöldebb a búza. Hát, irány fel a ménes csapásra. És nagyon nem akarok lemenni más utakra, mert csatak, sár, víz minden. Folyó fűnök a virágjai. Kis szépek. Nagyobb, mint egy gramofon. A bogarak szeretnek beléjük költözködni. Biztos eszegetik a nektárt. Tarka pillangók. Kakin. Lebontják a kakát. Valószínű, hogy a magokból ítélve, a közeli cseresznyefákról lakmározott az állatka, aki itt hagyta ezt az ürüléket. Ahogy látom, a lepéknek tetszik. Szépek. Beérett a vad cseresznye. De kis finom. Jövő héten már nem sok minden maradt belőle, megeszik a madárkák. Meg én. Bár érdekes, én otthon már eszettem a cserkót. Körülbelül egy időben nőhetnek. Ballagunk itt tovább. Hát autónyót egy ideje már nem láttam. Jót ilyen esőzések vannak. Na, nem is bánkódunk rajta. Hú, jó intenzív avarillat. Ózondús minden. Közben itt a Facebook, meg minden média tele van azzal, hogy medvék járkálnak erdőkbe. Kíváncsiak, hogy ide áttéved egy-egy. Végül is van terület, őnek a bogyók minden. Búza, stb. Ma, de megindult a kutya. Mit láttál? Remélem nem medvét. Megy az itatóhoz. Tudja az utat előre. Na szóval mackókra visszatérve. Simán megérdegélnek ezekbe az erdőkbe. Bőven van kaja. Sőt, egyre több kaja lesz. Kukorica, búza, napraforgó, eper, szamóca. Ezeket mind levírják legelészni. Gombák. Meggondolom, elhullott vadokból is simán tudnak kajálni. Szokásos kis itatóka. Egyre több benne a víz. Szeretik az itatókat ezek a állatkák. A disznó, szarvas. Belemártóznak. Sok kis nyomorult bogár, kullancs, minden. Nem olyan önfeledten szórakozik rajtuk. Mert hát ugye rájuk tapadt sár nem engedi a bundájukon olyan könnyen átjutni őket. A nedvesség átka a majdani tűzgyújtás. Igen, fontos dolog ez egy erdőjáró életében, hogy tudjon tüzet rakni. De hát a rafináltabbak, mint én például, nem ilyenkor szedi a gyújtóst, hanem még a következő túra, pontosabban az előző túrának a végén, ha találok valami szárazon növényt, azt mindig szépen bespájzolom.
vaddohány, nádbuga, ilyesmi. Az be van téve a kis tűzrakóhelybe, és vidáman meg lehet gyújtani, akármilyen nedvesség van. Hiszen ha már parázslik valami, arról könnyű meggyújtani a nedvesebb ágakat is. Túrázás közben azért nem árt nézni néha a földet. Ugyanis meglepően sok mindenről árulkodnak az ott lévő nyomok. Például ki járt erre előttünk. Szarvas, vaddisznó, őzike, róka, kutya, macska, meg a fene tudja még mi minden. Kivételes esetben medve. Hát még medve nyomot itt nem találtam. Nem tudom, hogy mennyire örülnék neki, ha lenne. Közben már a ménes csapáson haladok. Kutyukával. Rosszalkodik. Kezd benne fölébredni a tacskó ösztön. Figyel mindenre a kis gangster. A rovaroktól kezdve a madarakig. Rögzít a kis agyába a szagokat, hangokat. És egész jó ismeri az utat. A kerdő kereszteződése, a ménes csapással. Búbuka nagyon neleven. Úgy látszik, földdobja a jó kis ózondús levegő. Néha beleiszik egy-egy keréknyomba. Ezek mik lettek régen itt mi? Mint akna tölcsér lenne. Ki tudja, világháborúban milyen harcok voltak. Errefele. Vagy merre mentek a katonák Gödöllő irányába, vagy irányából. Hát minden esetre mostanában rég nem járt itt senki. Nincsenek friss nyomok. Abszolút, de teljesen eső mosta a talaj. Ebben a típusú időben, illetve más típusú időkben is a legidegesítőbb az izzadás. Ilyenkor nyáron délt kicsit megizzad az ember, mert fölmegy egy-két emelkedőre. Meleg is van, pára is van. Ennek a rossz következménye, árnyoldala. Megjelennek ezek a nyomorult rovalok. Bögjök, szúró legyek, hogy ki tudja mi minden, és sanyargatják az embert. Biciklivel pontosan 12 km per óra felett kell menni, hogy lehagyjuk őket, ne bírjanak utóérni. Máskülönben kellemetlen csípések áldozatai leszünk. Ugye itt van a téli őszi időszak, meg a tavaszi, akkor az ember úgy általában fölöltözködik. Na akkor meg az izzad. Fönn a hátizsák. Ott is egy-egy kaptató után azért nem olyan könnyű visszahűlni. Főleg, ha rétegesen van valaki öltözködve. Lehet az akármilyen légáteresztő, meg izzadság áteresztő ruha. Elég kellemetlen tud lenni a dolog. Akkor megáll, odarak egy kávét, és akkor majd megfagy hirtelennyében, mert akkor meg nincs mozgás, ami fölmelegíteni a testet. Nem árt ezekre ügyelni, föl is levetkőzni egy folytába, ahogy a helyzet kívánja. Eholni. Valaki járt erre ma. Itt vannak a nyomai. Egyedül volt az tuti. És igen nagy valószínűséggel Gödöllő felől jött. Ifjú borja. Jó látszanak a cipőnek a lenyomatai. Ugye honnan jött és hová tartott. Na, majd megnézzük a kereszteződéseknél. Azok mindig árulkodnak az ilyesmiről. Melyik részről fordult az ember az útra, amit mi ismerjünk.
Azt nézem, hogy a cseresznyemagok itt az ürülékekben meglepően nagy számban fordulnak elő. Meglepően sok volt cseresznyefa. Most van szezonja. Madarak, állatkák fölfajják. Aztán magukat is szépen kikakíják az út kellős közepére. Én meg csodálkozok, hogy kerül ide a sok mag benne. Hát végül is, ha azt nézzük, a természet teljesen jól megoldotta magát ezzel a lehetőséggel. Már ahol éppen kikakíták, ott előbb-utóbb valamelyik mag szépen szárba fog szökkenni. És gyönyörű felvás erdül, ha ki nem vágják előtte, vagy meg nem támadja valami betegség. Itt kérem, haláleset történt. Nem régiben még gyík volt, most már szépen bontják le a hangyák. Különféle bogarak akmároznak itt rajta. Hát, szomorú elmúlás. Fölhasználják a kis gyíktestet. A különféle rovarok, állatkák. És minden kezdődik előről. A gyík meg majd szépen megeszi a rovarokat. Ott vagyunk, ahol a part szakad. Erre viszont már járt egy autó. Ez lehet még az eső előtt volt. Sőt, biztos. Itt azért föl lenne adva a lecka, hogy jöjjön át. Hát, hogy ő okozta a gyík halálát ezzel a manőverre, hogy áthajtott rajta. Nem volt elég függő a gyíkocska. Hát, ja. Nyomokból ítélve. Az autó még az eső előtt volt erre. Hát itt van a kedvenc eledelem. Itt piroslik. Palatozem. Szamóca. Lesz még itt több is. Jaj, de finom édes. Most van itt a szezonja. Itt terem az út mentén. Kicsit beljebb, ahol odasüt a nap a szamóca bokrokra. Meglepően jó meg tudnak érni már mostanra. Ez egy olyan hetedik hó közepéig érdegél. Itt is mennyi. Hát most falatozás lesz. Hát vitathatatlan, betévedtem egy szamóca mezőre, és ennek nem lehet ellenállni. Sokkal finomabb, mint az eper. Egy kis finom édeskés. Még eper se rossz, de a szamóca az mégiscsak szamóca. Nem gyönyörű? És itt jártam etve. Persze ezt egy lajkussal simán el lehetne hitetni. Holott ez nem medvenyom, hanem egy cipői. Csámpázott össze-vissza az ember. Hát aki nem ismeri a nyomokat, azokra rá lehet ám hozni a frászt könnyen ilyennel. Jaj, bobo! Kedvenc időtöltése, a búzába ugrálás. Egyre szebb a búza. Rassan lehet aratni. Haladunk a Győr kikapu felé. Milyen érdekes, ha fölengedem itt a madárkát, és a ménes csapás erdő fölé szeretnék repülni vele. Hát valahogy a wifi jelet az Isteni nem akarja úgy fogni, hogy kéne. Fantasztikus, hogy ilyenkor nyáron ezek a zöld levelek, hogy leárnyékolják a jelet. Ellentétben, hogyha itt a
Szóval hívják, a búza fölé szeretném fölengedni. Elmegy akár másfél kilométert is. Különösebb erőködés nélkül. És még tök jó lehet irányítani, jobbra-balra, ilyesmi. Erdőbe szerintem egy olyan 100 méter. És már nem veszi a jelet. Félelmetes, hogy leárnyékolják a fák a jeleket ilyen szempontból. Pillangók oda vannak a trágyáért, úgy látom. Nagyon szépek. Ember azt hinni, hogy nektárokon élnek, meg minden. Hát, simán megrágják a kakit. Micsoda élet van itt? Az új ebben a mérsékelt égőben mindig van mit enni. Teljesen mindegy, milyen éjszakban vagyunk. Van kaja. Az ember, mit tudom én, elindul tavasszal valamerre. Bújnak az első kis gombácskák, rügyecskék, csomó minden ehető belőle. Utána megjelennek szépen a szamócák, cseresznyék, búza, simán le lehet legelni. Ugye a gomb az ott van egész évben, télire, kökény, mi egymás beérik, megcsípja a dér, már ehető. Kedvencem meg a csipkebogyó tél idején. Ezt mindig bemajszolom. Egyszerűen jó. Kicsit szúr meg minden, de hát attól függetlenül finom. Most éppen búzát majszolgatok. Pont kellemes, még nem kemény. Hanem úgy jó. Félig meddig még zöld. Finom az íze. És elértük a Györki kaput. Ott van mi. Még most dilemmába vagyok, merre menjek. Egyszer reggel kéne indulni, és akkor lement teljesen a 30 hányásnak a végéig. Úgy vissza. De mivel már délre jár, lassan elmúlik. Az idő is olyan, hogy bármikor eshet. Lassan majd hazafele indulunk. Igaz, még fél úton se járunk, de majd valahogy lesz. Gyere, Bubu, szépen menj át, óvatosan. Óvatosan. Ügyes vagy. Erre is járt itt valaki. Nyomokból ítélve. Sőt, két autónyomát is látom, amik hát szerintem eső előttiek lehetnek. Ez itt milyen tojás lehet? Másik fele. Ki tudja? Lehet, hogy az őv tojása. Rég volt erre fakitermelés. Két út vezet itt a nagy völgybe. Remélem az egyik ez lesz. Györki kapuhoz. Hoppa! Mekkora gomba? De szépen, kis sampionka. Szóval jó satszolom, van itt ez az út, meg párhuzamba itt mellettünk egy másik, a mély út. Ha minden igaz. Az
Ezt ilyen frissen vágták itt nemrég az írtások véget. De szerintem ez is levisz pont oda, ahol kell. Majd látom. Hanem akkor majd visszafordulunk, vagy keresünk egy alternatív útvonalat. Erdei munkások úgy látszik, úgy döntöttek, hogy itt kajálnak egy sort. Csináltak egy jó kis tűzrakóhelyet. Szóval így néz ki a kullancs. Nem a sok kis piros van, a nagy piros. Ami ott szaladgál. Imént szedtem le a kutyáról. Ez a kullancs. Kéne valahogy lejutnunk az ennem eredélyem. Elég komoly. 45 fokos. Emelkedő vagy lejtő, attól függ, honnan nézzük. Nem árt észre lenni. Pillanatok alatt lecsusszon az ember az aljába. Találtam egy igen szép virágot. Lokmároznak benne azok a kis fekete bogárkák. Láttam egy agancsot. Szarvas bogárnak az agancsa. Szép nagy. Isten nyugosztalja. Komoly meredek. Na, közben leértünk itt a nagy völgybe. Fűtenger. Eltűnik benne a kutyi. Aztán úgy tervezem, hogy a kis halálvölgyön fölmegyünk. Juharos tető fele. Györki kaputól leértünk a bogi kapuig. Az lenne jó, egyenesbe tovább tudnánk menni, de nincs kedvem belemenni a csalánosba itt, rövid nadrágba, pólóba. Na nézzük, valaki járt erre. Nyomokból látszik. Itt mindig ilyen akátos volt. Bal oldalt, jobb oldalt egyaránt. Mióta élek, addig háromszor volt tarvágás. Ez a harmadik. De általában egy 15 évente, 17 évente kivágják. Ha
most ismét ki van vágva. Na, az akázat is verve, a gyökere meg volt szaggatva egy picit. Két év múlva itt már legalább ember magasságú akácos lesz, hanem magasabb. Kiszúrtam, hogy valakik itt vannak az erdőbe. Lehet, hogy fát vágnak. A kocsiuk legalábbis itt van. Munkások. Juharoson fönt valamit tevékenykednek. Az én barbárokat sose fogom megérteni, hogy miért kell főgyűjteni egy kígyót. Melyik az csak a sima kis szerencsétlen erdei sikló, akkor se. Ez így magától nem perkölődik meg. Kis halálvölgy. Szegény sikló. Remélem már halott volt még mielőtt ott a tűzbe dobták. Bal oldalt 2016-ba volt a kácírtás. Konkrétan át lehetett látni az egész erdőn tarvágásra. Most de 4 méter magas akác van benne. Mint az látszik. 6 év alatt meglepően szépen visszanőtt a kis erdő. Lassan ezt is lehet egyelgetni. Ritkítani. Lepkék és ganai túrók eszegetik a hullatékot. Nagy közös egyetértésbe. Bogarunk már jól lakott. Felértünk közben a juharosra. Kíváncsi vagyok, ezek a siklógyilkosok merre jöttek. Gyanítom a zöld háztól. Itt rövidesen elfordulunk jobbra. Menjünk a Gyárt Jánosba be. Sejtettem, lementek a zöld ház felé vezető úton. Ha már meg én még arra úgyse tudnának elmenni. Ember, úgy látom itt egy napja még járt valami. Le van hajolva a fű. Érdekes. És arra ment, amerre én. Arra hajlik. De itt el is tűnt a nyom. Valószínű visszafordult. Ma már a második szarvas agancs. Szép kapitális az is. Be.
a magas fű ellenére simán tudja, hogy merre kell menni. Merre megyünk, Bubuka? Merre megyünk? Megyünk be a fák közé. Megyünk át a kis kedvenc lukacskádon. Mennyi 700-et. Te ki is másztál, de könnyű neked. Nem úgy, mint a gazdinak. Készül a finom szalonnás kolbászos hagyma. Aztán majd a jó kis kávé. Így tudjuk szabályozni a hőt, hogy hol föltesszük, hol levesszük a kis háromlábú állványkát. Közben jön itt lefele a kávé. De szép habos. A mindenségét neki. Úgy, nem mindjárt meg is isszuk. Az erdei túra egyik legszebb része. Szépen fogyatkoznak itt a terasz fái. Egyre kevesebb van itt a rakásból. Viszont érdekes, hogy megjelent rajta valami növényke. Szépen befutott a levelekkel. Kúszó növény lehet. Vagy... Hát ez nem kúszó növény. Ez a fának a levelei. Szegénykémben még volt annyi nedvesség, hogy kinőttek belőle a levelek. Ó, ők nem tudják, de nem hosszú életük lesz.